Van, tudja, hogy nem szabadna bevenni, meg nem szabadna kipróbálni, mert egyébként abszolút rendben van. Tehát nincs. Én egyszer kaptam egyet a Böröcki Józsi barátomtól, egy ilyen kis kéket. Ő rendszeres aztán olyat? és hogy adta el? Most már azt hiszem, Józsikám nem mondta, hogy hogy. Feltétlen próbált ki, vagy mit mondod? Apa, más világ. Ajtók nyílnak meg előtted. Amik eddig zárva. Igen, picit. Hogy volt az, amikor rájóztatok, hogy akkor Korda Gyuri nevében nem egy patikából rendeltetek, valami nekem rémlik, egyszer csináltam. Igen, igen, Zolival volt egy műsor, és csináltunk ilyen telefonos átveréseket, és akkor találomra egy patikát fölhívtam. Igen, déli Gyuri bácsi. Volt, nem, nem, azt hiszem valahol a főutca környékén, valahol Budán, és akkor ott, hogy jó napot kívánok. Legyen. Korda György vagyok, engedjen meg, nagy szeretettel, bizalmas dologról lenne szó. Jövök haza, Klárikámmal 25 éve megyünk együtt, nem úgy működik a dolog, nagyon kellemetlen ez nekem. Tudja, van az a gyógysz, az a kis kéksz. És próbáltam körülírni, minden mondja, nő, Jagra, az lesz, ez csak tudja, nem akarom. Mondom, és mit tehetek önért? Mondom, arra megyek, mindjárt megállok, bemegyek, mondom, tegyem már bele egy kalmopirines dobozba, vagy zacskó, mégse, hogy tele van az üzlet. Szóval hát én nem tudom beletenni, művész úr, hát ez nem úgy működik, nem úgy, és ment akkor az, és akkor végén mondom, hogy figyeljen, akkor bemegyek, majd kacsintok egyet, és kolléganő adja. És akkor mondtam a végén, lepleztem, mondom, hát tulajdonképpen elnézést, hogy hát nem Korda György vagyok, hanem Macsa Oliver, mondta, hogy Jézus, már nem mertem szólni, mert ők is ide járnak. Ami, igen, Zolival volt egy műsor, és csináltunk ilyen telefonos átveréseket, és akkor találomra egy patikát fölhívtam, igen, déli Gyuri bácsi. Volt, nem, nem, azt hiszem valahol a főutca környékén, valahol Budán, és akkor ott, hogy jó napot, apa, más világ. Ajtók nyílnak meg előtted. Amik eddig zárva. Igen, picit. Hogy volt az, amikor rájóztatok, hogy akkor Korda Gyuri nevében nem egy patikából rendeltetek, valami nekem rémlik, egyszer csináltam. Igen, van az a gyógysz, az a kis kéksz. És próbáltam körülírni, minden mondja, nő, Jagra, az lesz, ez csak tudja, nem akarom. Mondom, és mit tehetek önért? Mondom, arra megyek, mindjárt megállok, bemegyek, mondom, tegyen már, kívánok. Legyen. Korda György vagyok, engedjen meg, nagy szeretettel, bizalmas dologról lenne szó. Jövök haza, Klárikámmal 25 éve megyünk együtt, nem úgy működik a dolog, nagyon kellemetlen ez nekem. Tudja, van. Tudja, hogy nem szabadna bevenni, meg nem szabadna kipróbálni, mert egyébként abszolút rendben van. Tehát nincs. Én egyszer kaptam egyet a Böröcki Józsi barátomtól, egy ilyen kis kéket. Ő rendszeres aztán olyat? És hogy adta el? Most már azt hiszem, Józsikám nem mondta, hogy hogy. Feltétlen próbált ki, vagy mit mondod?